először Nagy Péter, Andrássy Máté, Krisztik Csaba, Lukács Andor és Jordán Tamás kötődik a vendégemhez, hiszen egy színházi osztály és a két osztályfőnök, Kádas József. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz. Szervusz. Ez egy csoda csapat, erről majd később, és hogy mindenki ment valamerre, aztán hála Istennek itt Fehérváron találkoztatok a Vörösmarty Színházban ismételten. Ehhez azonban tudni kell, hogy te a civisváros szülötteként láttad meg a napvilágot, ami azt jelenti, hogy jószerivel minden Debrecenhez köt és kötött az első időszakban. Az iskoláid, az általános iskola, a középiskola nem különben, és még azt is tegyük hozzá, hiszen 2000-ben végeztél a középiskolában, hogy legnagyobb meglepetésemre, amikor az életrajzodat olvastam, akkor arra figyeltem fel, hogy baritonként az operatársulat tagja voltál, mint csoportos szereplő. Így van. No, de azért menjünk vissza a középiskoláig, vagy talán az általános iskoláig. Szerepeltél, verset mondtál, tehát idejekorán vonzottál a színművészethez, vagy ez egy hirtelen gondolat, és lépésről lépésre építetted fel önmagad így módon? Eszemágába se jutott, hogy színész legyek általános iskolába. Én sportolónak készültem, azon belül futballistának, és 15 éves koromig én elég komolyan űztem ezt a sportágat. Olyannyira, hogy lógtam a suliból, hogyha benn voltam az iskolába, akkor se vettem le a tornacipőt, mert két szünet között, vagy két óra között a szünetben lehetett focizni. Tehát én sportűrült voltam, ezt a nagyapám nevelte belém, aki szintén mániákus futballrajongó volt. És 14 éves koromban egyik pillanatra a másikra én eldöntöttem, hogy színész akarok lenni. Tehát Sándor Tamás Madar Csaba városában egy fiú a futball helyett a színészetet választotta. Hogy fogtál hozzá? Igazából hát el kell már nagyjából 14 éves korodban dönteni, hogy merre orientálódsz, milyen irányba, milyenek a beállítottságaid, humán, reál vagy stb. Nyilván volt egy szülői nyomás afelé, hogy valami normális szakmája legyen az embernek, legyen egy diplomája. Az kiderült korán, hogy a reál tantárgyak nem igazán fekszenek nekem, a humán tantárgyak inkább, és elmentem ilyen nyílt napokra, gimnáziumokba, és ott találkoztam az Ady Endre gimnáziummal, ott pedig a dráma tagozattal. És bementem egy nyilvános órára, ahol a pódium teremben kreatív színpadi játéknével folyt egy foglalkozás, ahol improvizáltak a fiatalok, játszottak, helyzetgyakorlatokat csináltak. Ők akkor voltak 16 évesek, én 14, és csodálkozva néztem, hogy ez mennyire fantasztikus. És akkor azt eldöntöttem, hogy én oda. Tehát az a fajta kreativitás, ami minden tinédzsert jellemez, az kiélhető volt a drámatagozaton. Abszolút, igen. Gyorsan kiderült, hogy kellően tehetséges vagy ahhoz, hogy ez hivatásod is legyen? Vagy fel kellett építened önmagad, és sokat-sokat figyelni és tanulni? Még ott se volt 100%-ig biztos, hogy én eljutok erre a pályára. Tudtam, hogy miért nem akarok tanár lenni, tudtam, hogy miért nem akarok jogász, ügyvéd lenni, de ezt még a mai napig nem tudom megfejteni, hogy miért akarok ezzel foglalkozni nap, mint nap, és miért akarok ennyi energiát szánni, és ennyit foglalkozni ezzel. Hát nem voltam ilyen osztálymenő, az biztos. A gimnáziumi osztályomban a Tóth Orsi színművésznő, illetve Polgár Csabi, aki az Örkény Színház tagja, és már rendezője is, ők voltak inkább az előtérbe helyezve. Én ott bujkáltam egy kicsit. De ugyanakkor elkötelezett és tudatos voltál. Igyekeztem az lenni, de ezt titkolni is. És honnét jött a dal? Ugye felvételiztél, nem vettek fel. Ez egy dolog. Nagyon sokakkal előfordul, de, és ez nem szekte kedvedet. Az éneklés az párhuzamosan járt a drámatagozattal? Volt énekes foglalkozásunk, hangképzés és színpadi ének. Ez heti egy-egy alkalom volt, és ebből voltak vizsgáink is a gimnáziumban. De az éneklés, azzal én hadilábon állok, eleve úgy kerültem a színházba, hogy a Simon Katalin nevű operaénekesnő volt a hangképző tanárunk. Egy csodálatos operaénekesnő, és hát nem akarta, hogy elkallódjak, mert Veszprémbe is felvételiztem a színház tudományi szakra, amit nagyon nem, egy pont hiány vettek fel,
vagy nem vettek föl, amit egyáltalán nem bánok, hogy nem kerültem oda, mert lehet, hogy ott elkaludtam volna egy kicsit. És hát az történt, hogy szólt, hogy van a kórusban, az opera tagozat kórusában van státusz, hogy menjek el a Kéringer Lászlóhoz meghallgatásra. És elmentem egy meghallgatásra, és azt mondta, hogy szeretnél itt dolgozni a színházban, énekelni? Persze. Ezt válaszoltam, és akkor ott nap mint nap kellett énekelni. Kiderült, hogy nincs is olyan rossz hangom, meg annyira botfülem. Megtanultam baritom szólamba akkor kottát olvasni, és nagyon szép operákba statisztáltam, illetve hát a főiskolán viszont meg ott megint elbizonytalanodtam az éneklésben, illetve az egyetemen. Nekem már főiskola marad. Világos persze, a többünknek. A Pesti Magyar Színi Akadémiát lépjük át, mert megérkeztünk. Ugye azért soroltam fel azokat a neveket, mert egyrészt itt vannak, hála Istennek, azt is mondtam már, másrészt pedig ott találkoztatok, és nagyon érdekes, mindnyájan voltak már a vendégeim, és legendákat meséltek Lukács Andorról és Jordán Tamásról. Én most tőled szeretném hallani, már nem az, hogy legenda, hanem hogy te miként gondolkodsz arról az osztályról. Hiszen azért, ha megnézzük, a többiek, nyilván azokat emeltem ki, akik itt vannak velünk a Vörösmarty Színházban, de a többiek is megtalálták a helyüket a Magyar Színház palettáján. Ez így van, hál' Istennek. Hát közel 1000-en jelentkeztünk mi abba az évfolyamba, és úgy volt, hogy két osztály indul, 2-11 fős osztály, az egyiket az Andor viszi, a másikat a Tamás. És a harmadrostán, amikor már csak 60-an voltunk, akkor nem tudtak válogatni. Összevesztek, hogy neki ő kell, neki ő kell, és akkor összedugták a fejüket, és azt mondták, hogy jó, akkor csinálunk együtt egy osztályt, és akkor 22 fő. És ebbe az osztályba csöppentem bele, életem egyik legboldogabb és legintenzívebb szakasza volt ez. Imádtunk tanulni egymástól, és hát nem csak két osztályfőnököm és még 5 tanárom volt, hanem plusz még 21. És tényleg egy nagyon szoros kötelék és barátság és szakmai kötődés alakult ki közöttünk, aminek a következménye az volt, hogy a felsorolt nevek mindannyian leszerződtünk Debrecenbe. Debrecenbe, igen. Mert hogy együtt szerettetek volna maradni, ti 8-an. Aztán Kiki elindult más úton, de ez már egy következő történet. És ráadásul azért, ha a rendezőket mondjuk, akikkel az akkori időszakban dolgozhattál, az megint csak egy veretes névsor, ha Aser Tamást mondjuk, Vidnyánszkit, Zsolt Érst, Horváth Csabát, Hargita Iván. Tehát ez egy olyan csapat volt mindenképpen, aki megadta azokat az alapokat, illetve továbbfejlesztette, amit megkaptatok Lukácséktól. Így van, ez valahogy így alakult, hogy egy olyan nyelvet tanítottak meg nekünk, amit fontos szakmai emberek használnak. Mi fogadott otthon benneteket? Ugye te hazaérkeztél Debrecenbe, egy ismerős közegbe. Viszont óhatatlanul is, amikor 8 rendkívül tehetséges fiatal oda szerződik egy színházhoz, akkor egy külön csapatot alkot. Mit vártatok ti, és mi teljesült ebből? Hozzá kell tenni azt, hogy akkor kapta meg a Vidnyánszki és a Csányi a vezetését a Csokonai Színháznak. Teljesen átalakult. Ott maradtak a régi, úgymond ősdebreceniek, illetve a Vidnyánszki Attila hozta magával a beregszászi csapatot. Illetve ott voltunk mi 8-an, Horváth Csabában kiegészülve. Tehát ebből a különböző helyről jövő társulatból kellett volna egy egységes gombócot gyúrni, amit azt éreztük, hogy nem jön össze. Nem klikkesedtünk, nyitottak voltunk, igyekeztünk figyelni egymásra, de nem beszéltünk közös nyelvet sokan. És ez a másság elég volt ahhoz, hogy azért mégiscsak egy külön kezeltetek benneteket. Mert egyszer csak jött a gondolat, ez nyilván Horváth Csaba gondolata volt, hogy gyerekek, ti kellően ott vagytok már velem együtt abban a korban, hogy el lehet indulni egy új úton, ami meglehetősen rögös volt, ezt tudjuk, hiszen akkoriban azért színházat alapítani az nem volt olyan borzasztóan egyszerű, főleg Budapesten, bármennyire is új.
Hogy fogadtátok Horváth Csaba gondolatát, hogy, hogy csináljátok egy Fortét együtt, egy olyan mozgásszínházat, ami ma is egyedülálló, tegyük hozzá? Nagyon jól látod ennek a nehézségét, mert egy biztos kőszínházban, kőszínházi fizetés mellett dolgozhattunk 2 évig, amikor megcsináltuk a Tavasz ébredését és a Kalevalát Horváth Csaba rendezésében Debrecenben. Ő emellett alkalmazott koreográfusként foglalkoztatva volt különböző prózai előadásokban vagy zenés előadásokban, és nyilván megtetszett neki az, amit mi képviselünk, vagy tudunk együtt dolgozni. Maga ennek a 8 embernek a közösségi ereje, meg az együvé tartozása és a közös gondolkodása. És 2 év után ő azt mondta, hogy ő nem szeretne alkalmazott koreográfusként dolgozni Debrecenben, hanem szeretne velünk egy új társulatot létrehozni. Elmondta, hogy milyen kondíciók várnak ránk ebben a helyzetben, anyagi kondíciók, de hát mi úgy döntöttünk, hogy még most megtehetjük. Fiatalok vagyunk, nincs vesztenivalónk, nincs feleségünk, gyermekünk, és belevágtunk, amit egyáltalán nem bánunk. Nehéz lehetett az első időszak mindenképpen, mert függetlenül az első pillanattól kezdve elismerés kísérte a munkátokat. Ugye ez nem vitás. Ugyanakkor a kellő előadásszám nélkül, meg kicsi nézőtérrel, elszigetelten, ha úgy tetszik, Pest kellős közepén a másik oldalról, ahol azért rengeteg olyan színház van, ami már beágyazódott a közönségbe, azért ez tényleg nehéz volt. Hogy vészeltétek át ezt az időszakot? Jól, azt én tudom, de belül egy kicsit nehezebb volt nyilván. Hát nyilván nehezebb volt, fiatal pályakezdőként mindenféle dologgal akarsz foglalkozni, és rengeteget akarsz nézők előtt izmosodni, úgymond. Nekünk ez akkor nem adatott meg. Hát a Soroksári úton fűtetlen próbateremben próbáltunk, napi 5-6 órát mozogtunk, koreográfiákat tanultunk, szövegekkel foglalkoztunk. Gyakorlatilag egy mesterképzése volt ez gyakorlatilag az egyetemnek, ez volt az 5-6 év. De nagyon élveztük a munkát és azt, hogy tanulhatunk itt is, és fejlődhetünk, aminek kézzelfogható eredményei voltak. És akkor hogy jött a párban járás, mármint a Vörösmarty Színházzal? Nekünk ez nagyon jól jött, teszem hozzá, hiszen aztán Horváth Csaba is megérkezett, de miként gondolkodtatok ti? Egyáltalán volt előtte már felkérés arra, hogy esetleg egy kőszínházba szerződjetek? Voltunk is 2 évet a József Attila Színházba. Az említett Tavasz ébredése előadásra kivonult zsámbékra az egész színházi szakma, a neves rendezőket értem ez alatt, és a Lénár Péter akkor azt mondta, hogy ő ezt a csapatot a József Attila Színházba akarja látni. És akkor mi egy kényelmes helyzetbe kerültünk, mert ott 2 előadásba kellett lennünk, az egyiket a Horváth Csaba rendezte, a másikat a Zsótér Sándor. És nem kellett az úgymond... Tehát olyan rendezőkkel dolgozni, akikben bizonyos értelemben nem láttátok a fejlődés lehetőségét. Fogalmazhatunk így is, illetve nem kellett olyan előadásokban szerepelni, amik inkább a bulvár felé hajaznak. Igen. És hát ez egy 13. kerületi közönség, ezt nem mindig nézte jó szemmel azt az irányt, amit mi képviselünk, mert ők a szórakoztatóbb műfaj felé orientálódtak. És ott is történt egy vezetőségi váltás, egy politikai indítatásból eltávolították a Lénár Pétert, és akkor nekünk is el kellett jönni, mert az új vezetőség már nem számított rá. Mielőtt megérkeznénk Székesfehérvárra, azért beszéljünk egy kicsit a mozgásszínházról, a fizikai színházról. Mi a titka? Mi az alapja? Próbáljuk meg felépíteni, hogy a köznapi ember is megértse, hogy mennyiben más, mint alapból egy társulati lét egy mozgásszínházban. Azon túl, hogy a másként gondolkodik Horváth Csaba a színházról. Hát mi a Ladányi Andrával kezdtünk ezzel komolyabban foglalkozni. Hát kezdjük ezzel. Tehát Ladányi Andrea nevét kimondjuk, akkor már is tudjuk, hogy merre, mire gondoljunk. Igen. Másrészt eleinte mi fél órán keresztül egy helybe kellett állnunk, hogy tanuljunk meg eleve állni. Mi az, hogy állni?
hogy mi mit jelent. És még nem is léptünk egyet sem, meg kettőt sem. És izzadtunk, mert egy olyan koncentrált, fegyelmezett tartás kíván, mind fizikálisan, mind mentálisan, mind szellemileg, ez a fajta állapot, amit meg kell tanulnia ahhoz, hogy innen elkezdje lépni, és újra megtanulj járni. Rengeteget mentünk a egyik sarokból a másikba a tornaterembe. Lukács Andornál például egy 30 méteres távolságot kellett egy órán keresztül folyamatos mozgással végrehajtani, úgyhogy nem állhatsz meg. Tehát mind-mind ez egy pszichés folyamat, amit meg kell tanulni, meg kell ismerni, és így tudsz csak a birtokába jutni, és itt nem arról beszélek, hogy rölövízel, vagy pliézel, vagy túrokat forogsz, hanem a magatartás. És ebből el lehet indulni már különböző mozdulatok, adott esetben kötött koreográfiák. És ez mindenkinek a javára szolgált nyilván, és különlegessé teszi. A fegyelem az alapvetés. Van-e határ, amikor már maga a színész is azt mondja, hogy ez már nem? Tehát már fizikailag gondolom, mert ez azért, ahogy elmondtad az imént, ez komoly fizikai felkészültséget igényel. Igen, akkor rendkívül jó kondícióval volt a társulat, és nyilván ez a rengeteg mozgás, meg balettúrák, kortársúrák, különböző technikai gyakorlatok, vagy stílusok tanulása, ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy ebből az egészből egy egységet gyúrj, és valahogy a személy, mindenkinek más áll jobban, természetesen. Tehát ami az Andrássy Máténak jól áll, az nekem nem áll jól. Vagy ami nekem jól áll, az a Krisztik Csabának nem áll. És fordítva. De ugyanakkor persze van egy fizikai határ, mert hát mégiscsak kötött dolog a test. Van, aki szűkebb, van, aki erősebb izomzattal született, valaki kötöttebb izomzattal. Világos. Azért vannak határok, persze. A szerepek rád találtak? Ott. Debrecenben? Igen, Debrecenben, illetve a Fortéban. Azt hiszem, igen. Igen. Ott Debrecenben tényleg az volt a probléma, hogyha én azt gondolom, hogy az egyik kollégám valamit nem jól csinál, nyilván én nem szólok bele, nem az én dolgom, de hogyha neki azt mondja valaki többször, hogy ez az irány, én pedig homlok egyenes más gondolok, mert én más tanultam, akkor utána hogyan értékeljem azt, hogyha nekem azt mondják, hogy rossz, nyilván, vagy adott esetben, hogy jó. És megpróbáltunk többször leülni a társulattal és a vezetőséggel beszélni, hogy találjunk egy közös nyelvet ennek a társulatnak, gyúrjuk egészé, mert akkor fogunk tudni jó és erős előadásokat létrehozni. Mi hozott Székesfehérvárra? Melyik volt az a pillanat, amikor azt gondoltam, nyilván hívtak, tehát az egy dolog, de át kellett gondolni ehhez az életedet, megtartani a Fortét, és emellett a Vörösmarty Színház tagja lenni. Nyilván érdeklődni kellett, hogy milyen ez a társulat, kik jönnek, kik rendeznek, milyen tervek vannak. Mi volt az elsődleges a választásodnál? Szintén az, hogy egy fantasztikus társulat volt akkor kialakulóban. Nem akarom sorolni a neveket, de igény volt már bennünk az is, hogy egy kőszínházi társulatban is komolyabban részt vegyünk. Csabának jött először a lehetőség, ő megkérdezett minket, mi természetesen igent mondtunk, felsorolta, hogy kik fognak itt dolgozni, mert azelőtt egy évvel kapták meg a Szikora Jánosék, Hargita Iván és Bagó Berci a társulat vezetését, illetve a színház vezetését, és elkezdtek színészeket verbúválni. Akkor jött László Zsolt, Makranci Zalán, igen. Radnai Csilla, Cserhalmi György, és hát így azt éreztük, hogy emellett a lehetőség mellett nem szabad elmenni. Nincs is túl messze. Budapesttől lehet ingázni, bár fárasztó, ezt megmondom őszintén, kimeríti az embert, de egy fantasztikus közösségbe csöppentünk, amit elmondhatunk, hogy a mai napig is ezt érzem, hogy itt egy fantasztikus társulat van, mind szakmailag, mind emberileg. Igen, tehát a Forte után, ahol egy bizonyos karakter volt a társulatnak értelemszerűen, ugye a Vörösmarty Színház egy tipikus népszínház. Minden van. Mert hogy ez kell is, és ez így van, így fontos. Ebben én azt mondom, hogy te láthatóan lubickolsz. Mert ha végig
nézzük, hogy mi minden a Szutyogtól, a Herner Ferike Faterja, az ember tragédia, stb. Azért itt jószerűen minden szerepből jut neked. Igen, és az ez jó, jó, nagyon jó. Hálás is vagyok érte. Épp ma kezdtük el például a Rómeó és Júliát, ahol Tibáltot játszom, és már is azzal kezdtük, hogy milyen vívás jelenetek lesznek, vagy hogy hogyan fogok meghalni. Tehát még nem is olvastuk össze a szöveget, de már a mozgásból indultunk ki. Hozzáteszem, ez amiatt is van, mert Horváth Csaba most két jelenlegi tanítványa lesz a mozgásért felelős alkalmazottja a produkciónak, Hojsa Henny és Barna Lilla. Jó, tehát ez nekik is nagy kihívás nyilván, és nektek is bizonyítani, hogy van következő generáció is. Persze. Azok az álmai teljesültek, amelyeket megfogalmaztatok, amikor ide szerződtél? Hiszen itt most csak erről beszéltünk, de volt Ödipusz, Kartonpapa, ne sorolom. Azt hiszem, nincs okom panaszra. És nyilván a Forte profiljából adódóan vannak olyan szerepek itt, Fehérváron, amiket én sosem játszhattam volna el a Fortéban. Vagy néha nagyon jó így kijönni abból a komfortzónából, amit a Forte jelent, és újra és újra megfogalmazni magad, adott esetben úgy, hogy nincsenek melletted a társaid, és úgy kell érvényesülnöd egy egészen más közegbe, nem beszélve arról, hogy idősebb kollégák vannak, a Fortéban nem jellemző. Igen. És úgy az Oedipuszban például, illetve a Pillangóban imádtam a Varga Marival dolgozni. Egy érett, nagyszerű, felnőtt színésznő, akivel nyilván a Fortéban az említett körülmények miatt nem találkoztam volna. Igen. És hát azért egymásra találtatok. Annál is inkább, ugye nagyon fontos egy színésznek az elismerés. Nem kétséges, hogy a színházban a taps a legfontosabb dolog a világon. Nyilván belül másként gondolja néha-néha, de a taps azért mindent visz. De nem különben fontos a társak elismerése. És a Vörösmarty gyűrű azt gondolom, hogy megerősítette, hogy jó úton jársz. Miként fogadja az ilyen elismerést egy színművész? Mert azért tudjuk, hogy meglehetősen egyedi IQ halmaz van a fejekben, mármint a színművészek fejében. Hát most úgy emlékszem, hogy én büszkeséggel is egyben zavarral vettem át ezt a díjat. Mert tényleg megtisztelő egy ilyen díjat kapni. Tehát ha gondolnak rá, hogy igen. Mert hogy voltak éppen mindenki egy közülük, ha most azt nézzük, hogy kiemeljük az abszolút sztárokat. Ugye mondtad, hogy elkezdtétek a Rómeó és Júliát próbálni. Milyen volt a tavalyi esztendő, és mit vársz ennek tükrében az idei évtől? Hiszen azért tudjuk, hogy a Fortéban is továbbra is ott vagytok. Hát most elég kacifántos lesz ez az évad, mert a társulat novemberben Rómában vendégszerepel egy operával, amit a Horváth Csaba rendez. És bizonyos egyeztetési okok miatt az Andrássy Máté és én nem tudunk benne lenni. Amit fájó szívvel vettem tudomásul, de hát szóval ilyen furcsán indul ez az év egyenlőre. Még felújító próbák vannak Budapesten, beugró próbák, és úgy Isten igazából nekem még nem indult el ez az évad. Úgy nem kapott el a lendület. Szóval van úgy, hogy 3 napot próbálok, 2-t nem. És akkor így nem indul be igazából. Értem. Jó, de hát én azt kívánom, hogy olyan legyen, mint az eddigi X esztendő, mégpedig azért, mert ahogy felsoroltuk, szükség van rátok. Én azt hiszem, hogy ez a színház jó úton jár. Ha megnézzük az idei kínálatot, az is pazar. Tehát az évadnyitó alapján, ha azt nézzük, hogy sikerült ide csábítani Telihait, Zsoltér Sándort, Novák Esztert, ugye az ő bemutatója már megvolt, és emellett megmarad a mag, tehát a Szikora, Bagó, Horváth Csaba, Hargita Iván, és megmaradtok ti, akkor már nagy bajunk nem lehet. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kádas József volt. Maradjanak továbbra is velünk, mindjárt jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!